Sertéshúsból készült a húsleves szombat délelőtt Balkányban. Aki azonban nem várta meg a hagyományosan ebédre készülő ételt, tepertővel, szalonnával, hagymásvérrel már előtte könnyen jól lakhatott bármelyik sátorban. Finomságokból és pálinkából, ennél fogva jókedvből sem volt hiány a harmadik alkalommal megrendezett Szent András napi disznóvágáson. Az eseményt összekötötték a Magyarok Kenyere adományozó program vármegyei záró ünnepségével. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, a gazdáknak minden esetben kötelességük elsőként segítséget nyújtaniuk a bajba jutottaknak. Ez a közömbösségnek véget kellene vetni, és ez a mi szlogenünk, hogy így nevezem, nagyon jó arra, hogy a 15 millió magyar éljen, ez nem csak itt a Kárpát-medencében, ha összefog, és az összefogásnak nagy jeleit mutattuk itt a 21-es évben is, illetve a 22-es aszályos évben is, amikor erre szükség volt. Én azt gondolom, hogy a gazdák példát mutathatnának az egész ország előtt, hogy az összefogás eredményeket tud hozni. A Magyarok Kenyere programban idén emelkedett az adományozók száma, a jobb termésnek köszönhetően pedig dupla annyi liszt jut el a rászoruló családoknak, mint a tavalyi évben. Ezek az adományok elsősorban a kárpátaljai honfitársaink számára szinte életmentő hatással bírnak, abban az értelemben, hogy szinte egész évben el tudjuk őket látni liszttel a kenyérsütéshez. Ezen túlmenően természetesen itt az anyaországon belül is a rászoruló családoknak, különböző intézményeknek, amelyek elsősorban karitatív tevékenység kapcsán tudnak segíteni. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében arról beszélt, komoly identitás megőrző jelentősége van a Szent András napi rendezvénynek. Mindenféleképpen jó, hogy ezt átörökítjük nemzedékről nemzedékre. Jószerűen falusi disznóvágások megszűntek, de ezek a fesztiválok maradtak számunkra, hogy ilyen módon is átörökítsük ezt a hagyományt, és a fiatalabbak is találkozhassanak ezzel. Simó Miklós országgyűlési képviselő kiemelte, a nyírségben nagyon erős hagyománya és közösségi jelentősége van a disznóvágásnak, ezért is fontos, hogy a rendezvény megálmodóinak köszönhetően ez még sokáig a felszínen maradhat a vármegyében. Az édesapámék levágták a disznót, még szalmával perzseltük annak idején. Nyilván a férfiak pálinkát, itt a fogópálinkát, a gyerekeknek pedig jutott egy kis füle vagy farka. A fiatalok már erre nem emlékeznek, és ezt a hagyományt vállalta fel, hagyományőrzést vállalta fel az Egyesület. A Szent András napi disznóvágáson részt vett Nagy István agrárminiszter is. A tárcavezető a hagyományápolás mellett beszélt arról is, hogy idén kiváló volt a hazai sertésállomány, az állattartók pedig 2024-ben is jelentős támogatásokra számíthatnak. Jövő tavasszal újra lehet pályázni az állattenyésztő telepek korszerűsítésére, több 100 milliárd forint fog rendelkezésre állni ahhoz, hogy akár a sertéstenyésztők is megújítsák telepeiket, hiszen ahhoz, ha versenyképesek akarnak lenni, ha élő munkaerőt akarnak spórolni, ha jobb takarmányozási rendszert akarnak, ha jobb energetikai rendszert akarnak, ha az állategészségügyi nívóját akarják emelni a telepnek, az állatjóléti színvonalát akarják emelni a telepeknek, akkor rendelkezésre állnak ezek a források. A Balkányban rendezett Szent András napi disznóvágáson és pálinka mustrán a vármegye különböző értékeit is bemutatták. A rendezvény szombaton kora reggeltől egészen késő délutánig tartott a városban.